Most egy olyan kétlapos kirakást szeretnék megmutatni neked, ami a kommunikációról szól. És arra gondoltam, mivel a kapcsolataimban általában a kommunikáció szokott probléma lenni, hogy a példát, amit hoztam nektek, egy kapcsolatra fogjuk megnézni. Általában a kapcsolatokban a kommunikáció vagy hiányos szokott lenni, vagy elhallgatott, vagy sértett, vagy agresszív. Ugye sokféle módon szokott megjelenni a kommunikációs probléma, és nem mindig vesszük ezt észre, csak azt látjuk, hogy a másik nem úgy reagál, ahogy te szeretnéd. A tarókártya segített abban, hogy lásd, hogy hogyan kommunikálsz egy-egy adott személlyel vagy helyzetben, és erre fogok most egy példát mutatni. A két lap az úgy fog kinézni, hogy az első lap megmutatja, hogy hogyan kommunikálsz, a második pedig azt fogja megmutatni, hogy hogyan reagál erre az adott személy. Na, és a példa, amit hoztam neked, az a látnok taróból van. Ez a kehely 4-es lapja. Ugye itt most hátulról látszik, de a kehely 4-es lap egyébként egy hiányra utal, egy csalódottságra, amikor valami nem annyira kerek az érzelmi életünkbe. És ilyenkor az ember hajlamos egy picit ugye bezárkózni. Itt egyébként, hogyha a Rider-t ismered, ez az alap, amikor karba tett kész elődögél, és nagyon meg van sértve. Hát nyilván ilyenkor a kommunikáció az embernek ebből a hiányból születik, és elég vádló, keserű szokott lenni. Tehát nem nagyon szoktunk finoman fogalmazni ebből az állapotból. Tehát ezt mutatja a kehely 4-es, és akkor nézzük, ez milyen reakciót szül a másikba. Ez a halál lapja. Hát a halál ugye azt jelenti, hogy az ember ilyenkor szélsőségesen viselkedik, és próbálja valamilyen módon elnyomni, eltiporni a másikat, ahogy itt a halál is ugye eltiporta már a királyt a képen. Tehát nem mondhatni, hogy nagyon pozitív lesz a fogadtatása ennek a kehely 4-es kommunikációnak. Úgyhogy ilyenkor, hogyha szeretnél még további útmutatást, akkor lehet húzni esetleg egy harmadik lapot, hogy mi segítene, hogy amit szeretnél elmondani, ezt ki tud fejteni. Nézzünk erre egy példát. Ez a kehely apród. A kehely apród ugye egy nyitott kommunikációt mutat, ugye a testtartása is ezt jelzi. Nézzük, mi a különbség a két lap között. Itt ugye karba tett kézzel, hátradőlve egyenes derékkal, ilyen mereven ül. Itt pedig lazán áll, kinyitott kézzel, sőt, ugye oda nyújtva a serleget a másik felé, aki majd közeledik. Tehát egészen másfajta hozzáállás van a két képen. Tehát mindenképpen egy nyitott és bizalommal teli hozzáállás, és egyfajta kedvesség, nyíltság, ami segíteni fog, hogy egy másfajta reakciót érj el. Jó, tehát nem azt mondom, hogy most itt nyilván azonnal ezt meg tud változtatni, de hogyha az ember egy picit ismeri a tarókártyát, akkor miért ne használd ilyen helyzetekre is. Tehát ezt a három lapot nyugodtan akármelyik kapcsolatodra kivetheted. Tehát még egyszer a kirakás. Az első megmutatta, hogy hogyan kommunikálsz, a második azt, hogy a másik erre hogy reagál, és ha esetleg szeretnél egy másfajta reakciót, akkor húzhatsz egy harmadik lapot, ami megmutatja, hogy hogyan viselkedhetnél, mit tehetnél máshogy, hogy más reakciót kapj. Természetesen ezt bármelyik személyre ki tudod vetni, tehát lehet egy családtag, egy kolléga, vagy egy testvér, vagy bármelyik rokonod. Mindig gondolja arra, hogy arra a személyre, akit szeretnél megnézni, és akkor úgy húzd ki a két lapot. Azért mondok még egy példát, csak hogy legyen mihez kötni. Tehát legyen ez egy kollégád, és akkor nézzük, hogyan kommunikálsz vele, és ez milyen reakciót szül a másikba. A bot 10-es lap, ugye az első, a bot 10-es lapból úgy kommunikálunk, hogy nagyon fáradtak, túlterheltek vagyunk, tehát ilyenkor nem látunk tisztán,
mint hogy a szereplő sem lát tisztán. Tehát ilyenkor azért nagyon röviden, tömören, agresszívan kommunikálni az ember, hiszen hullafáradt, és hát szeretne minél kevesebb terhet cipelni, úgyhogy nagyon parancsoló tud ilyenkor lenni a kommunikáció, illetve a másik, az pedig az áldozat szerep, az áldozati nyelv, amikor az ember sajnáltatja magát. Jó, tehát a bot 10-nek ez a kétféle kommunikációja van. Reakciónak a kard királynő, az egy nagyon parancsoló hölgy, aki nagyon egyenes, nagyon nyílt, és kicsit olyan odavágó is a kommunikációja. Tehát a reakciója lehet egyfajta ilyen hideg, egyenes kommunikáció, egy ilyen parancsoló is, hiszen ugye a testtartásában ez benne van, de mindenképpen zárkózott és semleges lesz, tehát olyan, akit az ész, a logika fog vezetni, tehát ilyenkor nem az együttérzést fogod megkapni a másiktól. Hát ennyi volt a két példa, használd nyugodtan ezt a kirakást, és ha tetszett, hozd meg a videót, és iratkozz fel a csatornára, akkor mindig meg fogod kapni az értesítést az új videókról. Köszönöm a figyelmed! Szia!